Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorunkban. A közösség megtartó erejéről szólt az idei régészet napja. Évzáró művészeti bemutatót szervezett a Garai János Gimnázium. Harsonák harsogtak a télzene programban. Megidéződik a Dunamenti Folklor Fesztivál forgataga. A közösség megtartó ereje, ez volt a mottója a régészet napja idei rendezvény sorozatának, melynek keretében a Vosinszky-Mór megyei múzeumban a kutatók részletesen beszámoltak az elmúlt esztendők munkájáról, képet festve a régészet jelentőségéről is. A szexárdi program azért is volt különleges, mert ez volt az utolsó alkalom, hogy az érdeklődők megtekinthették a közel 40 éve látogatható állandó kiállításokat, hiszen az intézmény nagyszabású átalakításra készül. Milyen eszközökkel segítheti a régészet a régmúlt különböző közösségeinek felismerését, bemutatását? Hogyan öröklődtek át szokások, kultúrák az egyik nemzedékről a másikra, és hogy szolgálja ez egy közösség megtartó erejét? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a régészet napja idei rendezvénysorozata. A Vosinszky-Mór megyei múzeum munkatársai pedig saját kutatási területeik bemutatásával adtak választ a felmerülő kérdésekre. Hát erről leginkább a hamarosan záródó közösség régészet örökség című időszaki kiállításunk alapján lehetne képet alkotni. Igazából pont ez a témája is ennek a kiállításnak, hogy hogyan kapcsolódik a megtartó közösség, a régészeti örökség megmentésébe résztvevő emberek közössége ezeket hivatalból űző intézményekhez, tehát az ezzel hivatalosan foglalkozó intézményekhez. Erre nagyon jó példa a Tolna megyei elmúlt 5 évnek ennek hosszabb hagyománya van, de főként az elmúlt 5 év az egy nagyon intenzív időszak volt. Kötődünk természetesen kiállító helyként is akár a adott település múzeumlátogató közönségéhez, de az ide látogató turistákon is keresztül próbáljuk megszólítani a múltunkat, kultúránkat érdeklődő, kultúránk iránt érdeklődő embereket. Úgyhogy igazából talán ez az apropója, és ez az oka, fő oka, hogy hogyan kapcsolódik a régészet a közösséghez. Bár a kutatások eredményeként feltárt leletek természetszerűen nem változtak, viszont az évek alatt összegyűjt információk mennyisége jelentősen bővült. Így ma már sokkal több minden mondható el egy kiállították történetéről, üzenetéről, a hozzá kapcsolódott eseményekről, mint megtalálásának időpontjában. Arról nem is beszélve, hogy a múzeumlátogatói szokások és elvárások is folyamatosan átalakultak. Nagyobb lett az információ mennyisége, illetve, de nem csak tárgyakba, hanem a hozzájuk kapcsolódó megfigyelések által is, hiszen az is legalább olyan fontos, ami a földből előkerült tárgyak mellett, hogy milyen környezetben voltak az egykor élt embernek az életmódjára, a lakáskultúrájára, temetkezési szokására sokkal, de sokkal több információval rendelkezünk. Tehát a régészet az egy folyamatosan bővülő, forrásfeltáró tudományág. Tolna megyében is ez természetesen így van, és hát ennek az egyik legismertebb eszköze, és a bővülésnek a forrása, az maguk a feltárások. Az elmúlt évtizedekben hatalmas nagy feltárásokat folytattunk a megyében, nem csak a Szekszárdi Múzeum, de a javarészt azért a Vosinszky-Mór megyei múzeum vitte ezekbe az ásatásokba a prímet, az M9-es út nyomvonala, vagy az M6-os autópálya nyomvonalának a megelőző feltárása, ahol több százezer négyzetméteren objektumoknak a százezrei, leletanyagoknak a százezrei kerültek elő, és valahol ez is az egyik oka, hogy miért tud elavulni egy kiállítás, egy állandó kiállítás is. A muzeológia is változik, és egyre inkább próbálja felvenni az időknek a hívó szavára, próbál adekvát választ adni, és különböző interaktívnak mondható olyan elemeket is épít be a kiállításokba, amelyek ennek a segítségével jobban meg lehet közelíteni, illetve azt a tudást megpróbálja átadni az érdeklődők számára. Ilyen interaktív dolgok nem csak ugye számítástechnikai elemek lehetnek, hanem a különböző segédtudományok által megtalált és felfedezett információknak a megfelelő módon való becsempészése az állandó kiállításokba, tehát rengeteg útja
módja van. Próbálkoztunk eddig is, és a terveink szerint a majdani következő új állandó kiállításunk is ilyen lesz. Ennek kialakításának feladatával áll szemben jelen pillanatban a Szekszárdi Múzeum szakember gárdája is. Hiszen olyan bemutató érkezik rövidesen a városba, mely igényelte a múzeumpalota teljes belső terének átgondolását is. Így az évtizedek óta látható állandó kiállítás elbúcsúzik a közönségtől. Igazából mai formájában 1989 óta létező kiállítás, de az 1970-es években épült fel ennek a kiállításnak a magja, amely egy nagyon pici fazonigazításon vett részt a 80-as évek végén. Aztán 2005-ben, amikor az örökségünk kiállítás megépült, bizonyos részeit kiemeltük, és az emeleti kiállításunkba kerültek át. De önmagában akár 30 vagy akár 40 évről is beszélünk, mind a kettő nagyon sok, és a korábban említett információ és leletanyag bővülés az az egyik oka, hogy ez a kiállítás már nem csak egyfajta ráncfelvarrásra szorul, hanem egyszerűen új alapokra kell helyezni, természetesen megtartva azokat az alapvetően fontos, közismert leleteknek a bemutathatóságát, itt a Mamutra, vagy a Tamási Fortuna szobor, vagy a Kányai Kocsi úrnak lehetne sorolni azokat a kiállítási tárgyakat, amik közismertek és fontosak, hogy megmaradjanak egy új állandó kiállításba, de ehhez hozzá kell tenni azokat az új leletanyagokat és új információkat is. A Régészet Napja, az a rendezvény, amelynek most zajlanak a programjai, az pontosan ennek a Tolna megye földjének a régészeti korszakait bemutató kiállításnak az egyik utolsó bemutatási lehetősége, mert hogy június végén a múzeumok éjszakáját követően le fogjuk bontani a földszintnek a két nagy termébe, illetve folyosón lévő kiállítást is. Ennek kettő oka is van, az egyikről már beszéltem, az új kiállításnak a megkezdése, átgondolása, de van egy sokkal közelebbi oka is, a Magyar Génius címet viselő vándorkiállítás, amely az országban összesen 7 helyszínen fog bemutatkozni 2022 és 2023-ban. 5. helyszínként Szekszárdon kerül bemutatásra 2023 áprilisban, illetve május hónapban, egy bő hónapon keresztül. A vidéki múzeumoknak a kincseit fogja felvonultatni az a tárlat. Ezt most már Kecskeméten láthatták az érdeklődők, én is láttam, szerintem nagyon szép és impozáns, nekünk is van a Szekszárdi Múzeum műtárgyaiból kölcsönözött anyag, tehát úgy gondolom, mi is ilyen módon is részt vettünk ennek a megvalósíthatóságába, és ez pontosan ide, a múzeum főépületének a földszinti két termébe, folyosó részébe, sőt a könyvtártermünket is ideiglenesen kiállító teremért alakítjuk át, valamint az emeleti időszaki terembe helyezzük el ezt a kiállítást. Ezt követően egy teljes átalakulás megy majd végbe az alsó szinten, és jelenleg tervezési szakaszban van az ezt következő időszak kiállításának előkészítése is. Évzáró művészeti bemutatót szervezett a Garai János Gimnázium. A Babits Mihály Kulturális Központban megrendezett gála a keszthelyi helikoni ünnepségekre összeállított versenyműsort mutatta be. A Babits Mihály Kulturális Központ színház termében ünnepelt a 125 éves Garai János Gimnázium. Az intézmény diákjai áprilisban kiemelkedő sikereket értek el a keszthelyi helikon ünnepen. Így a tanulók a Kulturális Központ színpadán diáktársaknak, hozzátartozóiknak és az érdeklődőknek mutatták be a műsorukat. Ezt egy ilyen jubileumi évzárónak gondoltuk művészeti szempontból legalábbis, mert hát a évzáró az majd később lesz. Most volt 4 év, tehát 2020-ban nem rendezték meg a helikont a Covid miatt, úgyhogy 18-ban voltunk utoljára, és most volt 22-ben, és nálunk szokás volt az, hogy vagy a helikon előtt, vagy közvetlenül utána bemutatjuk azt a műsort, amit oda elvittünk, és amivel hát ilyen-olyan eredményeket sikerült elérni, többnyire szép eredményeket, és most volt egy olyan időpont, amikor ezt így meg tudtuk szervezni, úgyhogy ez most egy a 125 éves gimnáziumnak ez lesz most a művészeti záró
koncertje, műsora, gálája. Kezdtük egy októberi programmal, amikor öregdiákok, volt tanárok beszéltek az ő emlékeikről, illetve műsorok is voltak. Kóka Rozi például mesélt, és utána folyamatosan az egész év során kiállítás, megnyitó koncertek egy óra belőlünk, és nem olyan régen volt a záró koncertje ennek az egy óra belőlünknek, ahol régi garais diákok, akik zenei pályára mentek, szerepeltek, és most pedig a jelenlegi garaisok mutatják meg, hogy ők mit tudnak. A Helikonra 16 kategóriában indultunk, és ezeket fogjuk megmutatni. Lesz komoly zene, többféle, lesz könnyű zene, a tücsköseink, tehát akik a tücsökben énekelnek, ők fognak szerepelni. Aztán a modern mozgásművészeti, tehát a gyakorlóiskolának a balettosai is fellépnek, a Bartinás táncosaink fellépnek, versmondó, színjátszó csoport, citera zenekar, német nemzetiségű kórus. A Helikon Keszthelyen rendezik meg két évente, páros években, és ez a dunántúli középiskoláknak a művészeti seregszemléje, versenye, ahol az idén az iskolák versenyében a hatodik helyet tudtuk elérni a nagy gimnáziumok meg a művészeti iskolák mellett, úgyhogy nagyon örültünk ennek a sikernek. Én úgy gondolom, hogy meg a kollégáim is, hogy nagyon fontos, hogy sokoldalú felnőtteket neveljünk, és ehhez nagyon is hozzátartozik a művészeti élet is, és szerencsére itt a városban sok lehetősége van a diákoknak, hogy a különböző művészeti ágakban kipróbálják magukat. Az iskolában két ilyen csoport működik, az énekkar, illetve hát az énekkarnak a kamarakórusa, a német nemzetiségi, illetve a színjátszó kör, és színjátszó és versmondó kör. Mi ezt tudjuk az iskolán belül biztosítani, de ott nagyon jó kapcsolatunk van a zeneiskolával, és hát az egyéb művészeti intézményekkel. Van, akiből énekes lett, van, akiből klarinét, tehát most éppen klarinét tanszakra jár, gitárművész, zongorista, tehát sok mindenki. És hát azért a színi pályán is többen tanultak, végeztek, mondjuk a régi időkből, hogyha Levente Péter nevét említjük meg, akit az ország Móka Miki néven ismert, akkor ő is garaista volt, de végzett azóta már színészként Fábián Péter, aki most már színészrendező, dramaturg, és nagyon sok mindennel foglal, és társulatalapító, vagy most fog végezni Sándor Dániel rendezőként a színművészetén, de utolsó előtti éves egy volt Bartinás és Gara is fiatalember is, aki színész lesz, úgyhogy sokan sikereket érnek el ezen a pályán, és hivatásul választják. Helman Józsefné igazgató beszédében elmondta, hogy a gimnázium életében jelentős szerepet játszik a művészet. A 125 éves gimnázium közös értékeként leltük fel, ami megmaradt az alapítástól kezdve, mind a mai napig, a művészetnek a szeretete. Méltón a költő Garai János szelleméhez. A művészet szeretete mindig is jelen volt az intézményben, kezdve attól, hogy 1903-ban az intézmény első igazgatója Vigandi János megalapította az iskola irodalmi színpadát. Ezt követően kiegészült az énekkarral, és aztán 1958 májusától az első helikoni ünnepségekkel. A Helikon mindig is nagyon nagy szerepet játszott a garaisták történetében, vagy életében. Pár nappal ezelőtt egy 60 éves érettségi találkozón köszöntöttem az öreg diákokat, és természetesen nagy élménnyel meséltek a helikoni szereplésükről. A Helikon mind a mai napig
valamennyi itt végzett diáknak, aki valamilyen formában részese volt, meghatározó. Meghatározó ez a ma diáksága számára is. A Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében zajló térzene program keretében ezúttal a fúvós muzsikájé volt a főszerep. Olyan hangszer került a középpontba, mely számos zenei stílusban megállja a helyét. A Slide by Slide Harsona Quartet tagjai erről adtak ízelítőt a koncert során. Szinte nincs olyan zenei stílus, ahol a harsonának ne lehetne helye. A harsona felhasználásának története a 15. században kezdődött, amikor is a toló trombitákból alakították ki. A 16. században már teljes hangszercsaláddá fejlődött. Önálló zenei feladatokat azonban legelőször a 18. század opera zenéjében kapott, de a hangversenyzenébe ekkor még csak kivételes pillanatokban kapott bebocsátást. A nagy áttörést Beethoven 5. szimfóniájának utolsó tétele hozta meg, ettől kezdve biztosított volt a helyük a hangversenytermekben is. Ezzel együtt a zeneszerzők továbbra is módjával óvatosan bántak e hangszerrel, többnyire csak a művek legünnepélyesebb, legemelkedettebb pillanataiban szólaltatták meg. A 20. század során hétköznapi szerepekben is kipróbálták, sőt felfedezték a benne rejlő groteszk természetet is, amelyet különleges megfúvási módokkal vagy a tolócső folyamatos mozgatásával képzett fel és lekonyuló hangokkal értek el. A szórakoztató zene és a jazz pedig megmutatta, hogy ez a sokoldalú hangszer a virtuóz, könnyed, improvizatív zenében is tökéletesen megfelel. Nos, ezt a sokszínűséget mutatta meg a Babits Mihály Kulturális Központ térzene programjában fellépő Slide by Slide együttes. Ez a hangzásvilág, ez egy olyan, ez a négy harsonán, ez egy olyan különleges hangzás, tehát egy monoton, tehát tulajdonképpen ugye négy egyforma hangszer játszik, de mégis vagy olyan komplex hangzást biztosít, hogy erre nem sok hangszer képes, és szerintem maga ez a hangzás az, ami megfogta az embereket. Például a fúvószenekar is láthatnak ilyen hangszer, de sokan nem is nagyon tudják, hogy mit is lehet ezen például játszani. Én úgy gondolom, hogy inkább a hangszer az, ami először megfogja az embereket ezzel kapcsolatban. Ezen a hangszeren ugye mi mindenféle stílust játszunk, tehát ilyen, kevés ilyen hangszer van, mint a harson, hogy tulajdonképpen minden zenei stílusban megállja a helyét. A zenei irodalomban is egyébként jelen van, már nagyon-nagyon régóta, reneszánsz óta, hol kevesebb, hol több szerepet kapott. A műsorunkat is így építettük fel egyébként, tehát hogy a reneszánsztól filmzenéig mindent fogunk játszani, és pontosan azért nem nagyon lesz a műsorban olyan műsorszám, ami harsonára íródott. Ezek mind átiratok lesznek, más műveknek az átiratai, amiket most a harsona kvartett meg fog szólaltatni. Harsona irodalom, meséli Kolozsvári Gábor, tele van ilyen átiratokkal. Ezek a szaknyelven szólva lopott művek általában csellóra vagy oboára íródtak, és innen dolgozták át a fúvós hangszerre. Van a harsonának irodalma is természetesen, tehát vannak művek, amik direkt harsona kvártetre írottak, vagy mindenféle felállásokra, vagy direkt csak harsonára, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt a mai koncertet ezt arra fogjuk kihegyezni, hogy céltudatosan olyan műveket fogunk játszani, ami nem harsonára íródott, és mégis most harsonán fognak megszólalni.
Hát ugyanúgy, ahogy minden más fejlődik, ugyanúgy a zene is fejlődik, a hangszerek is fejlődnek, más szerepet kapnak, néha előlépnek, szóló szerepet kapnak, néha a háttérbe kell egy kicsit húzódni, ez mindig az adott műtől függ. Én nagyon örülök, mert egyre népszerűbb, tehát én 2 éve dolgozom itt a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában, és minden évben egyre nagyobb az érdeklődés a mélyrészhúzós hangszerekre, ugyan a harsonára, vagy tubára is. Hát most nekem különösképpen a harsona a szívügyem természetesen, mivel én harsona művész vagyok, és nagyon nagy örömre szolgál, hogy látják, hogy ezzel játszanak ezen a hangszeren, nem csak a fúvós zenekarban látják, hanem esetleg ilyen alkalmakkor, vagy a tanári koncerten például, és kedvet kapnak hozzá az emberek, a gyerekek. Sok évvel ezelőtt a világ 4 tájáról érkeztek táncosok és muzsikusok a Dunamenti Folkról Fesztiválra. A népművészet és néphagyományok ünnepe aztán számos ok miatt nem jöhetett létre a továbbiakban. A Csóri Sándor programnak köszönhetően a Kárpát-medence területén az elmúlt 5 esztendőben ismét virágzásnak indultak a hagyományőrző csoportok. Idén pedig a program arra vállalkozott, hogy az egykor Dunamenti mintájára a Kárpát-medence 30 településén, köztük Szekszárdon is közel 10 000 résztvevővel nagyszabású fesztivált szervezzem. Ezeken át volt a néphagyományok tisztelőinek egyfajta ünnepe a Dunamenti Folklore Fesztivál, melynek keretében országhatáron innen és túlról érkezők mutatták meg népművészetük elemeit az erre kíváncsi a sokaságnak. Táncosok és kézművesek lepték el a szervezővárosok utcáit, mutatták meg viseletüket, táncaikat. A Csóri Sándor program 2017 óta 17,5 milliárd forinttal segítette a Kárpát-medence teljes területén a népművészeti közösségek munkáját. Ez fellendítette a hagyományőrző és népművészeti munkát. Tehát azok a fejlesztések, amit a 2017 óta a támogatásból meg lehetett csinálni a civil szervezeteknél, a népművészeti civil szervezeteknél, annak eredménye van. Eredménye van a viseletek megszépülésében, eredménye van a koreográfiák rendbetételénél, eredménye van új művek létrehozásánál, a táncegyüttesek szervezeti kohéziója megerősödött ezáltal. Voltak olyan táncegyüttesek, ahol évtizedek óta az együttes vezetők semmiféle anyagi juttatást nem kaptak a munkájukért. Hát természetesen olyan is volt a válasz erre. Tehát ezek az anyagi biztonságok, ezek azt jelentették, hogy felélettek és megerősödtek ezek a civil szervezetek. Ennek a munkának egyfajta összefoglalója lesz június 11-én sorra kerülő első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál. A szekszárdi helyszínen 37 néptánc együttes 900 táncosa jelenik majd meg, mely jellegében és látványában hasonló lesz a már emlegetett Dunamenti forgatagnak. Táncolatér címmel egy olyan esemény, ahol 900 táncos, 900 résztvevő lesz jelen egyszerre mindenki, és közösen énekelünk, közösen táncolunk, és egy színpompás nagy kavalkád lesz, ami szemnek, szájnak csodálatos lesz, mert sokan énekelnek majd velünk, én ebben reménykedem. Olyan programokat szeretnénk, hogy mindenkit be tudjunk mutatni, és lehetőség szerint nem színházi körülmények között, hanem az utcákon, tereken, énekelünk, táncolunk, és szeretnénk megállítani ezzel az embereket, hogy pillantsanak rá, csodálkozzanak egy kicsit ide, és egy kicsit ismerkedjenek meg a megye és a megye határon élő együttesekkel. A tánc mellett szerep jut majd a megyében működő kézművességnek is, akik a bemutatók mellett foglalkozások fogásait és a közönség elé tárják. Lesz gyöngyfűzés, szövés, csuhé, hímzés például, rajtkötés lesz, tehát nagyon sokfajta foglalkozási lehetőség, szövésen belül is például a gatyamandzak szövés, kártyaszövés, akkor rajtszövés, rajtkötés, tehát a egy-egy fő szakágon belül is többfajta dolgot tudunk bemutatni, és tudunk megmutatni, akár részt tudnak benne venni, és megpróbálhatják igazából elkészíteni az egyes darabokat. Az első Kárpát-medencei Csóri Fesztivál célja, hogy a nagy nyilvánosság a népművészeti mozgalom tömegességét és magas színvonalát is megismerje.
teret adjon olyan csoportoknak a nagyobb érdeklődést övező bemutatkozásra, akiknek eddig erre nem volt lehetősége. Mindezzel segítve őket a további fejlődésben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!